Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a hétfői bemutató. Majásban megnézzük Grootot. Ritkán láttok itt nálam Marvel-es készleteket, ez leginkább azért van, mert viszonylag visszafogottam vagyok Marvel rajongó, viszont azt gondolom, hogy a Marvel univerzumban a legcukibb élőlény vagy karakter az Groot, méghozzá Baby Groot, és mivel hogy idén kihozták a készletben, ezért biztos voltam benne, hogy be fogom nektek mutatni, főleg azért, mert még egy kazetta is van mellette. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük egy kicsit a történetét, ugye Groot legelőször a Galaxis őrzőjében jelent meg, hiszen a csapatnak a tagja volt, felnőttként, vagy hát idős faként, hogy így fogalmazzak, és a film végén feláldozta magát a többiek védelmében, és így hát elveszítettük Grootot, viszont a következő részben, ugye a második részben a Galaxis őrzőjének viszont láthattuk, hiszen egy cserében szépen növekedett a Baby Groot, akiről persze kiderült, hogy nem egyenlő a Groottal, ez most egy kicsit így hülye hangzik, de szóval abban magyarázták a Marvel univerzumban, hogy ő a fia az, aki az első részben láthattunk. Szóval itt van Baby Groot, a legcukibb karakter, és nagyon jól sikerült ez a kis készlet, úgyhogy kezdjük mindjárt az adatokkal, ugye ez a 76-216-os készlet, 476 elemmel, tehát nem egy őrülten nagy készlet, ráadásul besorolása is a 10 év fölötti korosztálynak szánták. Kezdjük egyből a kiegészítőkkel, ugye kapunk egy táblát, hiszen simán lehet ezt polcra tenni, bár azért, mint látni fogjátok később, azért bőséggel van benne játékélmény, szóval a táblán szépen le vannak írva különböző adatok, mint például magasság, súly, származás, képességek, hogy melyik honnan származik, illetve a kora, és mindenhol a I am Groot, mint ahogy hogy más nem is tud mondani, van szépen ide leírva, úgyhogy egy igazán vicces táblára sikeredett. Valamint itt van a kazetta, amit azt kell mondanom, hogy az én korosztályom rajongva imád, hiszen ez volt a mi gyerekkorunk zenehordozója, szóval ez volt a meghatározó ikonja a mikorunknak, és ugye a filmben is kazetta található meg, ahol ugye a Üllordnak az anyukája szépen elküldte a kedvenc zenéit, és itt megkapjuk az Awesome Mix Wall 1 és Wall 2, tehát mind a kettőt, egy nagyon-nagyon jó kis kazetta, gyönyörűen hozza maga a kazetta világot, tehát nagyon jól megvannak a részegységei, és nagyon jól megvan benne, hogy látható a szallag, bár ezek igazából csak sima egyszerű kerekek, de nagyon-nagyon jól van elhelyezve, és nagyon-nagyon jól néz ki. A feliratot, hogy volt egy vagy volt kettő, az egy sima elemfordítással lehet megoldani, tehát igazán könnyen, hiszen azért a hátulján, hogy így fogalmazok, látható a turpisság, hogy van benne ez a két kerék, hogy van megtámasztva. Szóval nagyon jó kis kinézetű készlet, tényleg nagyon jól hozták az igazit. És akkor jöjjön Baby Groot, akinek a legnagyobb előnye az, hogy nagyon sok ízületét lehet mozdítani, tehát szépen lehet mozdítani a fejét, megvannak a kezeik, vállat, a könyököt, valamint a csuklót is lehet mozgatni, illetve az ujjakat is. A lábak is mindenféle irányba mozdíthatóak, és ami a legjobb benne, hogy a törzse is fordul, tehát tényleg bármilyen alakot föl tud venni, amit szeretnénk, úgyhogy ebből is látszik, hogy nagyon jó a játékélménye ennek a készletnek. Egyetlen egy hátulütője van, hogy azért elég nehéz a feje, és ezért érezhető, bár megáll szépen a helyén, de a játék közben azért elbebucskázik, szóval ebből a szempontból nem tökéletes. Nézzük a kinézetét, nagyon jó hozza a Grootnak a kinézetét, ez a kis ágas-bogas, össze-vissza lévő kinövések, puszlevélkék, tehát ez mind tökéletes, illetve nagyon jó a fejrésze, hogy ezt a kis, kedves, ártatlan arcot nagyon jól hozza, amit ugye a filmben is láttunk, úgyhogy tényleg kinézetlen zseniális. Kapunk majd persze maricákat is, de én azt gondolom, hogy nem olyan vészes, inkább a kazettán van több, mint magán Grooton. Nem gondolnám, hogy olyan őrülten veszélyes fölragasztani, de valaki döntött úgy, hogy nem ragasztja föl, szerintem akkor is megállja a helyét, mert a fő részek, mint a szemek például, azok festett elemekből állnak. Az építés élvezetes,
persze nyilván egy 10 pluszos kategóriába besorolva, tehát nem egy őrült bonyolult, de tényleg nagyon élvezetes mindegy a kazettát megépíteni, mint glútot, úgyhogy ezt maximális tudom ajánlani. És akkor térjünk is át a kinek ajánlom, kinek nem részre, ahol azt kell mondanom, hogy kinézetben és ötletben zseniális, tehát ezt mindenképp pozitívunként mondanám, illetve a játszhatóságban is nagyon jó, hiszen nagyon sokféle verzióban lehet állítani a karjait, lábait, tehát tényleg egy gyerekötsz remekül el tud vele játszani, illetve az építés is zseniális, hogy tényleg csak pozitívban tudnék róla beszélni. Negatívum, hát igazából nem is tudok mondani, maximum talán az árát, hiszen 20 forintba kerül ez a készlet, ami talán egy kicsit soknak tűnik, én inkább egy ilyen 10-12 ezer forint környékén tudnám elképzelni, ez a 20 egy kicsit talán sokkalom érte. És ennyi lett volna ez a mai adás, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, jöhetnek a lájkok, a feliratkozások, amit nem tetted volna meg, illetve jöhetnek a kommentek is, hogy mit szóltok ehhez a készlethez, nektek mennyire tetszik, illetve ti mennyire vagytok kazettarajongók, és esetleg fogalmatok sincs arról, hogy pontosan mi ez, mert bizony ez is előfordulhat. Következő adásig mindenkinek nagyon jó játékot, jó legózást, jók lehetek, sziasztok!